Ha olcsó és megbízható helyről szeretnétek zsetont vásárolni, válasszátok a 5mmo.com weboldalt, és használjátok a vásárlásnál a Lehel kuponkódot 5% kedvezményért. Sziasztok, srácok! Itt is lennék egy újabb videóval, és szerintem már, hát nem is azt mondom, hogy megszokhattátok, hiszen az elmúlt pár videóban láthatatok mögöttem lévő zöld hátteres videókat, viszont úgy gondoltam, hogy szeretnék nektek egy ilyen segítséget adni, illetve mutatni, hogy hogyan is lehet ezt a zöld hátteres technikát úgymond jól használni, illetve egyáltalán használni, hiszen legtöbb ember nem tudja bevilágítani normálisan, és nem tudja úgy használni, ahogy azt éppen kellene. Ezeket a dolgokat, a két softboxot, illetve a zöld hátteret a Gearbest-től kaptam, viszont nem akartam egy ilyen unboxing, semmit mondó videót csinálni, ezért igazából egy ilyen segítséget hoztam így nektek, úgyhogy a kamerát szerintem onnan le is fogom venni, és megmutatom nektek ezeket a softboxokat, hogy hogyan is néznek ki, hogy mi is nekik a, hát, feladatuk, dolguk, mindjárt meglátjátok. Na srácok, hát sokat nem fogtok látni, hiszen szétcseszi a kamerát a fény. Nem is tudom, hogy lemerjem-e venni róla ezt a fehér fóliát, hiszen hát itt most ez a kezem teljesen fekete, pedig nagyon jó világosság van. Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye van itt egy softbox, ott van még egy softbox. Ami lényeges még, hogy ebben az esetben ugye a softbox egy ilyen fény visszaverős dobozban van. Direkt nem tartom bele a lámpába a dolgokat, de ott láthatjátok a lámpát, amit a villanykörtét, ami hát hát hogy is tudjam nektek mondani, mint egy fél pixalámi, akkora nagy. Már vissza? Jó. Szóval az a lényeg ugye, hogy ez a fény, illetve ez a doboz, amiben van a villanykörte, az úgymond megtöri a fényt, illetve nem csak megtöri, hanem hát úgymond visszatükrözi, és egy konstant, stabil fényt ad, amivel a háttérre úgy lehet világítani, hogy nem egy ilyen árnyékos valamit hozunk ki belőle, hanem hát egy ilyen lágy fénnyel megvilágítjuk az adott objektumot, ami éppen természetesen én lennék az. Közben van két légy a szobámban, de ezt most el kell nézni nekem. Az a legfontosabb, hogy ott a háttér, hát ne legyen olyan gyűrött, mint az enyém. A másik, meg hogy legyen jól bevilágítva. Ezt a két fényt, amit itt, illetve ott található, ez a két fény arra szolgál, hogy úgymond egy olyan szöget zárjon be, illetve egy olyan szöget kell itt nekünk bezárjon, amivel hát nagyjából minimálisra tudjuk leszűkíteni azt, hogy mekkora árnyék legyen. Remélhetőleg fogtok hallani ebben a videóban, mert nagyon magyarázok, kb. Úgy érzem magam most, mint egy tanár, de nem ez a cél, hanem az, hogy ha esetleg ti is akartok ilyesmit vásárolni, akkor hogyan és miként is tegyétek. Szóval ez a két softbox és az a zöld háttér, még ha esetleg eszembe fog jutni menet közben valami, mármint a vágás pillanatában, akkor mindenképpen be fogom nektek ide vágni. Még csak egy annyit, hogy egy softbox cucc így néz ki, hát ha lenne fókusz, akkor meg is mutatnám. Szóval ott van a villanykör, tehát oda nem nyúlunk be, mert 800.000 fok van bent, itt jön le a kis fény, és hogyha például nézitek így, lekapcsoljuk az egyiket, akkor már is egy fura megvilágítást láthattok, de ezzel például nagyon szépen lehet fotózni, és nagyon érdekes dolgokat lehet ezzel megcsinálni, de hogyha visszakapcsoljuk, akkor már is stabil megvilágítás lesz. Természetesen ugyanígy van a másikkal, hogy azt lekapcsolom, akkor megint másképp fog kinézni az egész, de természetesen visszakapcsoljuk. A videózásnál mind a kettőt kell használni. Ha éppen fotózni készülök, vagy éppen fotót szeretnék csinálni, és olyat szeretnék, hogy az arcomnak csak az egyik fele legyen megvilágítva, akkor természetesen a másik lámpát kikapcsoljuk, vagy éppen vissza, és a másikat kapcsoljuk le, és az előző marad égve.
Na szóval, srácok, igazából én ennyit szerettem volna nektek mondani. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, és hogyha ti is ilyesmiket akartok vásárolni, akkor a link lesz a leírásban, hogy hol tudtok, illetve hogy hol vettem én ezt meg, illetve hol kaptam, honnan kaptam ezt meg. Nem is tudom, hogyha van valami kérdésetek, fotózással, zöld háttérrel és bármivel kapcsolatosan, a kommentben nyomjátok. Találkozunk legközelebb, ha tetszett és úgy gondoljátok, hogy ez hasznos sok ember számára, akkor nyomjatok mindenképpen egy lájkot, legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!